Az év utolsó közgyűlésén vonta vissza korábbi elképzeléseit az önkormányzat a helyi fizető parkolással kapcsolatban. A testületén is elhangzott, felmérték a győriek igényeit, ezek alapján pedig Simon Robert Balázs országgyűlési képviselő javaslatára gondolják újra a témát. A polgármester csütörtökön azt mondta, jól át kell gondolni a komplex kérdést. Simon Robert Balázsral leültünk, átbeszéltük a dolgot, meg elvégeztük a közinkutatást, ami egy részletes közinkutatás volt. Különböző korosztályokban, különböző szakmacsoportokban dolgozó emberekben történt ez a kutatás, és ebből összeállt majd egy olyan kép, hogy mi a helyes megoldás. Ezt még én sem tudom megmondani, hiszen ez a szakembereknek a dolga, hogy ezt felmérték, ezt megtörtént, hogy eldöntsék, hogy hogyan tovább, és nyilván mi politikailag is ezt majd mérgelni fogjuk, hogy ebből mi az, ami felvállalható, mi az, ami nem, hiszen mi az emberek hangja kell, hogy legyünk a szakemberek között, politikusok, de az biztos, hogy egy kicsit eltúzottak voltak bizonyos elemei ennek a parkolási rendnek. A polgármester a keddi közmeghallgatásról is beszélt híradónknak. A rendezvényen mindössze 10 tettek fel nyilvános kérdést, ami a korábbiakhoz képest igen kevés. Ezzel kapcsolatban a városvezető hangsúlyozta, látszik, hogy jól működik a folyamatos kommunikáció a győriekkel. Az emberek, én azt látom, hogy érzik azt, hogy nem évente egy nap áll rendelkezésükre arra, hogy a panaszokat elmondják, hanem minden nap elmondhatják minden felületen, és nagyon sokszor ezt meg is oldjuk, ezt a problémát. Egészen megváltoztattam a kommunikáció Győr városában, nyitott városházát hirdettem meg, nem tudták, hogy ez mit jelent az emberek. Hát ez jelenti, hogy bármikor kérdezhetnek, bármikor szólhatnak, sőt, el is várom azt, hogy elmondják a panaszaikat, mert orvos vagyok, és ugye az orvos miből, mikor a diagnózist felállítja, hogy mi lehet a probléma és mi lehet a megoldás, akkor ahhoz kell az, hogy a páciens elmondja a panaszait, és elnézést, hogy mindig ilyen orvosi hasonlót mondok, de valahogy úgy érzem, hogy a probléma megoldás az orvoslásban az egy nagyon kiforrott folyamat, és ezt tanítják az egyetemen, politikusokat nem képzik igazán az egyetemen, hogy hogyan viselkedjenek a hétköznapi gyakorlatban, és szerintem ez egy jó módszer arra, hogy a baj megállapítást azt akkor tudjuk, hogy elmondják a panaszokat az emberek. A polgármester hozzátette, olyan tarifákat szeretnének a parkolásban, amit a legtöbb győri jónak tart, az intenzív kommunikáció pedig nem csak ebben a kérdésben, de minden témában folytatódik 2022-ben is.